Pest-Buda első hídja volt, de a kezdeményezője és névadója soha nem ment át rajta. Széchenyi csak egy volt, de Clarkból rögtön kettő. Felrobbantották, felújították, átépítették, és a lánchídi oroszlánoknak igenis van nyelve. Bármennyire is meglepő, de a most felújított Lánchíd lényegében 1947 és 49 között épült meg, és 1913-as 15-ös tervek alapján. Tehát a 175 éves híd valójában 110 éves. Miért? Mert az első Lánchíd fa tartószerkezetekkel épült meg, és a növekvő forgalomban az illesztések gyorsan kikoptak, a rossz merevítések miatt aggasztóbbak lettek a kilengések. Így lett a híd Széchenyi Lánchíd. Kossuth már 1842-ben javasolta ezt a nevet, de végül hivatalosan 1915 óta hívják így, addig csak egyszerűen a Lánchíd volt, a kisbetűs Lánchíd. Az 1870-es években már tervezték a felújítását, de erre végül 50 évet kellett várni. Közben súlykorlátozást vezettek be, átalakították a lánckamrákat, aztán 1876-tól a Margit híd is tehermentesítette némileg. Végül a hidat 1914-ben másfél év alatt sikerült felújítani az említett tervek alapján, ami szerint az 1945-ben felrobbantott hidat is újjáépítették. Széchenyi a hídember ide vagy oda, a hidat 1849. novemberében nem más, mint a véreskezű Hajnau osztrák főparancsnok adta át. Másfél hónapja még Aradon kivégeztette a 13 tábornokot, Széchenyi pedig azért nem mehetett át a kész hídon egyszer sem, mert akkor már a döblingi elmeintézet lakója volt. Az első hídon a korlátok és az útburkolat is fából volt, és ezért nem is volt szabad dohányozni a fokozott tűzveszély miatt. Aztán ezt 1919. októberében felszedték, és a fakockákat a Margit híd burkolására használták fel. A hídon a kőrészek nagyrészt eredetiek, de minden vasszerkezeti rész cserélt. Legutoljára 2022-23-ban a vasbeton pályalemez kellett kicserélni acélra, és még meg kellett javítani a korrodált acélszerkezeteket is. Mi az a lánchíd? A folyókon átívelő függő hidakat láncszerkezetek vagy tartókábelek tartják meg, amit a hídvőkben rögzítenek, és a lánchíd is egy ilyen láncfelfüggesztésű híd. Egyébként a maga korában a Regensburg alatti Duna szakasz egyetlen hídja volt, és az akkori idők legnagyobb lánchídja. És most vissza az alapokhoz. Gróf Széchenyi Istvánnak el kellett volna mennie az apja temetésére Bécsbe, de a jégzajlás ebben megakadályozta. Ekkor írta meg naplójában, hogy ma azt mondtam Brudernak, egy évi jövedelmemet fordítom rá, a Budai és Pest között híd épül, és jól lehet Pestre lakni alkalmas, én sohasem fogok egyetlen krajcár kamatot, vagy akár visszafizetést sem fogok követelni. A gondolat, hogy hazámnak fontos szolgálatot tettem, majd bőségesen kárpótolt. Az ötlet után 15 évvel az országgyűlés mondta ki az első magyarországi Duna hídépítését. A magyar nemzet részéről József Nádor, a Lánchíd részvénytársaság részéről a görög származású bécsi bankár Sina György írta alá 22 pontos szerződést. A szerződés szerint a részvénytársaságnak a saját költségén kellett megépítenie a hidat, és szintén a szerződés kikötötte, hogy a érvénytartam alatt, ez a 87 éven át, a híd fölé és alá egy mérföldön belül nem szabad hidat építeni, és ezt be is tartották, a hídon átkelőknek pedig fizetniük kellett. Mivel állandó híd addig még nem épült Magyarországon, Széchenyi először Angliában tanulmányozta a hídtípusokat, majd William Clark, angol hídépítő mérnököt, egy London közeli híd tervezőjét javasolt a hídtervezőnek. Igen, ez a Clark nem az a Clark, akiről a teret is elnevezték. A tervező Clark nem tartózkodott mindig Pest-Budán a helyszínen, a munkálatokat skót névrokona Adam Clark irányította. A két Clark a faanyagot szlavóniai erdőkből, az öntvényeket és a láncok vasanyagát angol vashámorokból, a téglát pedig pesti és óbudai téglavetőkből rendelték meg. A szükséges cementet pedig a
Budai Dunaparttól létesített üzemben állították elő, a hídfők és a pillérek fölépítéséhez pedig hármas sorban több ezer cölöpöt kellett lerakniuk, ez összesen 2 évig tartott. A munkások zöme helyi volt, de a szakmunkák irányítására 62 angol szakmunkás érkezett a családjával. Az ide költözöttek többsége később hazatért, de például Adam Clark itt alapított családot. Összesen 12 láncfelhúzási műveletet kellett elvégezni, az utolsónál történt a híres baleset, amikor a láncfelhúzó csigasor elpattant, és a visszazuhanó hídlánc a Dunába rántotta az úszóállványt Széchenyi gróffal együtt. Egy munkás meghalt, és 4 hetet csúszott az építkezés átadása. Ennél sokkal nagyobb késedelmet okozott a 48-49-es forradalom és szabadságharc, mert hol az egyik, hol a másik fél akarta leállítani az építési munkálatokat, vagy átkelésre alkalmatlanná tenni a vadonatúj hidat. Az osztrákok fel is akarták robbantani, a magyarok ezen keresztül menekítették Debrecenbe a magyar koronát. Végül Clark Ádám lett a híd megmentője, mert tárgyalásokkal, furfanggal sikerült leszerelni a harcoló feleket. A híd 1870-ig magántulajdonban volt, részvényeit a bécsi tőzsdén jegyezték, aztán az állam felvásárolta. A hídon egészen 1937-ig a gyalogosoknak kötelező haladási irány volt meghatározva, azaz a közlekedés szerinti oldalon mehettek csak, nem volt szabad megállni, sőt visszafordulni sem. Az első hidat 1945. január 18-án robbantották fel a németek. A robbantás nagy pusztítást okozott, de a láncok és a szerkezeti részek anyaga is jó állapotban maradtak meg. Először feltérképezték a roncsok helyét a Dunában, és kiemelték őket. Ekkor bontották le a vámszedőházakat, szélesebb lett a kocsiút, és a pillérek kapuzatát is kibővítették, hogy 2 autóbusz egymás mellett is elférhessen. A hidat a Lánchíd 100. születésnapján 1949. november 20-án adták át a forgalomnak. És mi a helyzet az oroszlánok nyelvével? A makacs legenda szerint nincs is nyelvük, Marsalkó János sóskuti kőből faragott oroszlányai viszont olyan magasan fekszenek, egy 3 méteres talapzaton, hogy nem látszik a nyelvük igazából. Az oroszlánok egyébként szimbolikusan, a fenséges oroszlánok a elhelyezésük helyét hivatottak őrizni. Az viszont igaz, hogy 1849 őszén, amikor eljött a tervező William Clark megnézni a új hidat, akkor felfedezte, hogy az oroszlánok fordítva fekszenek, azaz befelé a híd közepe felé néznek, és ő fordította meg őket. Van-e egy angol eredetie? Nincs. A tervező William Clark ugyan több hidat is tervezett Angliában, ezért is választották őt. A Marlowe-ban lévő Temze hídja azonban csak előkép volt. És végül milyen a híd színe? A pillérek szürke, világos szürke Mauthauseni gránitból készültek, és a fémrészek is szürkék, többféle szürke is volt, mert állandóan átfestették, volt galambszürke, világos szürke, sárgás szürke, 2023 óta pedig kékes szürke.